Karcak Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Vojter Szabózita, rendőr alezredes, bűnmegelőzési osztályvezető, vármegyei rendőrfőkapitányság. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Üdvözlöm én is a tévénézőket is. Az utóbbi időben többször hívták fel a figyelmet a telefonos csalók üzelmeire. Részletezzük a témát, egyébként nagyon sok érdekességről fogunk a mai interjú idej alatt beszélni, ami nagyon központba, fókuszba került az elmúlt időszakban. Térjünk vissza a telefonos csalókra, mit lehet ról róluk tudni, kik az elkövetők, mindent, ami hasznos lehet ezzel kapcsolatban. Igen, sajnálatos módon ugye a csalók mindig folyamatosan fejlesztik a, a módszereiket, és próbálnak a, a mindennapi élethez, illetve a világ történéseihez alkalmazkodni. Nagyon-nagyon sok és a, az utóbbi időben megszaporodott azoknak a csalásoknak a száma, amikor a bank nevében hívják fel az áldozatot. Telefonon keresik meg, bemutatkoznak, mint banki ügyintéző, ez minden esetben ilyen. Egyébként nyilván mindenféle csatornákon, az interneten hallhatunk is ilyen felvételeket, láthatunk is ilyen felvételeket hiszen már vannak, akik felfedezik, hogy ők csalók áldozataivá válhatnának, amennyiben bedőlnek, fölveszik ezeket a beszélgetéseket. Az érdekes, hogy mi korábban lehetett érezni, hogy lehet, hogy nem olyan szép a kiejtés, lehet, hogy nem olyan szépen fogalmaznak, az utóbbi időszakban már szinte teljes mértékben leutánozzák a, a banki ügyintézőket. Mind a uh, hanglejtésben, mind a szóhasználatban, mind a bemutatkozás, mind az egész beszélgetésnek a, a kerete teljesen hasonlít egy uh, igazán hivatásos, uh, illetve hivatalos beszélgetéshez a banki ügyintézővel. Tehát a bank alkalmazottjának adják ki magukat, nagyon-nagyon sokszor azt mondják, hogy valamilyen jellegű utalás van folyamatosan, ez mindegyiknél közös. Megijesztik igazából a sértetet, és ennek az utalásnak a leállítása ürügyén kezdeményezik igazából a beszélgetést. Tehát elmondják, hogy ők a bank alkalmazottjai, látnak egy ilyen kisebb vagy nagyobb összegű átutalást, megkérdezik a sértetet, hogy ön indította-e ezt az utalást. Nyilván az ember, hogyha egy ilyen telefont kap, és megnyugszik, hogy a bankjától hívták, akkor természetesen rögtön mondja, hogy hát Uramisten, nem én, nem én indítottam, természetesen próbáljunk meg mindent megtenni annak érdekében, hogy megakadályozzuk ezt a, ezt a fajta... Ö, ö, cseles módszert és ezt az átutalást. Na igen, ám viszont ugye itt a csalók pont itt lépnek egyébként a következő szintre, megkérdeznek mindenféle banki adatot, személyes adatot, olyan adatokat, amelyeket egyébként a banki ügyintéző nem kérne. Tehát például nem szokták elkérni a bankkártya számunkat, hiszen a bank állítja ki, és ez logikus is, tehát a bank állítja ki számunkra a bankkártyát, ő küldi meg, nem kérdik a lejárati dátumát, hiszen a bank nagyon jól tudja, hogy egyébként mikor fog lejárni az a bankkártya, és nem kérnek azonosítani, adatokat, és nem kérnek CVC vagy CVV kódokat, nem kérnek biztonsági kódokat. Tehát itt már azért be kellene, hogy kapcsoljon az a bizonyos vészcsengő a telefonvonal végén lévő egyénnél, hogy nem biztos, hogy a banktól hívtak. Egyébként nagyon-nagyon sokszor még a telefon telefonszám is hasonlít arra az igazi banki telefonvonal számra, Mindenkit arra biztatunk, hogy ha elbizonytalanodik, bontsa inkább a vonalat azonnal, és hívja föl a saját telefonszámát, tehát hogy a saját telefonkészülékébe elmentett telefonszámán a bankját, vagy a banki ügyintézőjét. Ami még egy nagyon-nagyon fontos, és azt gondolom, hogy talán ennek az üzenetnek a célba jutatásával tudnánk megakadályozni, hogy áldozattá váljanak, az az, hogy egyébként ilyenkor nagyon sokszor SMS kódot is küldenek. Logikusan, ha belegondolunk, ugye SMS kódot abban az esetben szokott a bank küldeni, hogyha valamilyen jellegű átutalást mi intézni szeretnénk. A, ö, ezek a csalók arra hivatkoznak, hogy azért küldik most ezt az SMS kódot, hogy megakadályozzák ezt az átutalást, de logikusan is belegondolva nem ez történik, hanem sajnos az történik, hogy akkor, amikor az áldozat megadja ezt az SMS-ben érkezett biztonsági kódot, akkor igazából jóvá hagy egy utalást, és így utalják el a, a pénzét. Természetesen sajnos ezek a csalók, mivel megszereznek nagyon sok információt ebben a beszélgetésben, a banki adatokat, még akár át is veszik úgymond a, a, a bankszámla fölött az uralmat, és akár több utalást is intéznek nagyon-nagyon rövid idő alatt, akár az is előfordulhat, hogy maga a bankszámlát le is pusztítják, illetve az összes pénzt elutalják róla. Felmerül a kérdés, laikusként, hogy amikor megadjuk ezeket az adatokat, amikről beszéltünk, ugye nyilván, ha készpénzt veszünk fel, adott esetben a PIN kódot is egy utalásnál is meg kell adni hogy mindenféle adat megadása megadásával nyilván akkor tudnak űzérkedni a bankkártyával de mi van a pin kóddal tehát én úgy gondolnám, hogy csak akkor történhet ez meg, ha megadom a pin kódomat hát ugye egy online banki ügyintézésnél nem szükséges feltétlenül. Ugye különböző bankoknak különböző biztonsági beállításai vannak. Két lépcsős biztonsági rendszerek vannak már kiépítve, ezért nagyon-nagyon fontos az SMS-ben érkező kód. Ugye ezzel nagyon sok bank, illetve banki ügyfél él, azért, hogy a telefon számára vagy a telefonjára ő küldenek neki egy külön, csak úgy gondolja, hogy ő látja, vagy ő láthatja a telefonján ezt a, ezt a kódot, és ennek a felhasználásával, ennek a ennek az ismeretével, hogy ismerjük ezt a, az SMS-ben érkező kódot, lehet jóvá hagyni a tranzakciókat a, a, a bankkártyákon. Van egy másik módszer is egyébként, amikor nem feltétlenül kérdeznek meg mindenféle, illetve lehet, hogy megkérdeznek adatokat, de, de mondjuk azt mondják, hogy ugyanígy az alapsztori ugyanez, hogy valamilyen gyanús pénzmozgás van a bankszámlán, van egy nagyobb összegű utalás, önindította-e, nem önindította, hát akkor meg kell állítanunk, akkor kérem, hogy adja meg ezeket és ezeket az adatokat, illetve kéri, hogy töltsön le egy alkalmazást, akár a laptopjára, akár a számítógépére, vagy a telefonjára, az okostelefonjára, amire, amivel éppen beszélget. Ezek az alkalmazások nagyon sokszor távoli hozzáférést biztosítanak, ilyen például az AnyDesk alkalmazás. Azt mondja az elkövető, hogy kérem, hogy annak érdekében, hogy megakadályozzuk, hogy csalók áldozatává váljon, töltse le ezt az alkalmazást. Igen ám, viszont ez egy pont egy távoli hozzáférést fog adni, tehát következésképpen, amikor már letöltötte a sértett ezt a telefonjára vagy a számítógépére, akkor az illető a másik oldalon ugyanazt fogja látni, amit ő lát a számítógépen, a laptopján vagy a telefonján, tehát már az SMS kódra se lesz szükség, mert a, a távolban lévő ismeretlen látni fogja egyébként azt az SMS-ben érkező kódot. Ezzel kapcsolatban az egyik legfontosabb üzenet, hogy ne telepítsünk le semmilyen ismeretlen alkalmazást. Tehát legyen gyanús, hogyha ilyen jellegű alkalmazást akarnak velünk letöltetni. A bankok és a bank kiügyintézők nem fognak ilyesmire kérni bennünket. Tehát legyen gyanús, amikor azt mondják, hogy egyébként gyanús utalásunk van és a banktól vagyok és akkor önindította ezeket az utalásokat, bontsuk a vonalat és hívjuk fel a bankunkat a saját általunk ismert elérhetőségen. SMS-ben pedig senkinek ne adjuk meg. Tehát itt ez, talán az ez a legfontosabb is, talán így ha ezt sikerül átvinnünk ezt az üzenetet, akkor bízunk benne, hogy egyre kevesebb ö, sértetesik áldozatul, illetve egyre kevesebb áldozat lesz, a, 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 aki bedől ezeknek a trükköknek, amivel a csalók nagyon gyakran élnek. Lehet-e megállapítani cél korosztályt, vagy pedig adhok módon szúrópróba szerűen választják ki a csalók az áldozataikat? Én azt tudom mondani, hogy Jász szólnak vármegyében, mert természetesen vizsgáljuk, elemezzük ezeket az eseteket, elemezzük a bejelentéseket magákat, az eljárásokat is elemezzük, az összefüggéseket. Nincs ilyen kifejezetten úgymond veszélyeztetett célcsoport. Mondhatjuk azt, hogy bárki áldozattá válhat. A mindenki, akinek bankkártyája van, aki, aki online intéz esetleg banki ügyeket, vagy aki a pénzmozgását online is irányítja, bárki áldozatául esett, férfi, nő, fiatal, idős, középkorú, bárki, aki, akinek van bankkártyája és bankszámla száma egy adott banknál. Térjünk át egy másik elkövetési formára. A karanténszabályok életbe léptetőse óta megnövekedett a kiberbűnözőknek a száma. Kik ők, mit lehet róluk tudni, hogyan csapnak le az áldozataikra? Hát valóban ugye a humán járvány okozta a helyzet, és az, hogy nem mozdulhattunk ki, az, hogy az online világba kényszerültünk a társas kapcsolatainkat is élni, vagy a társas életünket is élni, rászorított mindenkit arra, hogy ezt az online világot használja, és az online lehetőségeket aknázza ki. Ez nincs más, hogy az elkövetőkkel sem. Tehát az elkövetők is rájöttek arra, hogy az emberek tehát régen mondjuk besétáltak egy utcába, becsengettek a házba, kínáltak eladásra valamilyen paplant, vagy valamilyen egészségügyi eszközt, aminek természetesen jóval fölárazott értékét mondták, rábeszélték a, a, az illetőt, arra, hogy vegyen meg, mert ez egy visszat nem térő alkalom, ugye ez is egy csalási módszer, mert ugye a csalás igazából ugye a büntető törvénykönyvben szabályozottak szerint aki haszonszerzés céljából valaki tévedésbe ejt, vagy tart, és ezzel kárt okoz, ugye az a csalás bűncselekményét követi el, és ennek különböző kárértékeihez mérten különböző szankciókat rendel a büntető törvénykönyv. Tehát régen ez a személyes ö, úton való megkeresése, végrehajtott ö, és elkövetett csalási módszerek voltak a jellemzőek, de mivel változott a világ? Az emberek többsége is ugye bezárkózott, mert nyilván egyébként is erre volt szükség, és mindenki az online felületek felé fordult, így az elkövetők is megtalálták ezeket a, ezeket a kiskapukat, ezeket a lehetőségeket. Mert a csalókról azért azt tudni kell, hogy szinte folyamatosan fejlesztik a, a, a módszereiket, a történeteiket. Nagyon gyakran tapasztaltuk akár azt is, és itt most nem konkrétan, de mégiscsak csalói módszer az unokázós csalásokra utalnék, amiből hál' Istennek már nagyon sok kísérleti szakban megmarad, és azt gondolom, hogy azért, mert nagyon-nagyon sokan tudják már az idősek közül, ott ugye főleg az idős korosztály volt a célcsoport, hogy tudják már sokan az idősek közül, hogy ez egy csalói módszer, ezért már nem dőlnek be ezeknek a telefonhívásoknak. De volt olyan, amikor például Szolnok külterületén a 4. számú főúton történt egy nagyon súlyos baleset. Erről reggel a, a rádiók, televíziók, újságok, online felületek hírtattak, és már ezzel a sztorival hívtak föl, még azon a napon, tehát ott délelőtt, egy pár órán belül, ezzel a sztorival hívták föl a, az idős nagymamát vagy nagypapát, hogy az unokának adták ugye úgy ki magukat, hogy őket érte ez a, ez a nagyon súlyos baleset. Tehát akár pillanatok alatt képesek az aktualitásokhoz alkalmazkodni, és az aktualitásokhoz igazítani a történeteiket, amelyekbe beágyazzák magát a, a, a csalást, illetve a. A, a, tehát az elkövetői módszerek ilyen szempontból rendkívül változatosak. Ezek a elkövetők egyébként ugyanazok, mint évekkel korábban, akik csengettek, kopogtattak, és mondjuk ők áttelepítették magukat az online világba, az online térbe? Hát erre csak akkor tudnék válaszolni, hogyha mondjuk konkrét összehasonlítási hát. alapom lenne, vagy egy konkrét ügy lenne így a, a, a fejemben, hogy ugyanaz volt-e. Erre nem tudok most hát. így jelen pillanatban válaszolni, de az biztos, hogy ö, ö, aki csalással foglalkozott, vagy abból élt meg, vagy, vagy ebből volt a keresete, az, az mindig próbál, vagy hát legalábbis ez a tapasztalat, hogy próbál fejleszteni a, a, a módszerein hát hogy aztán ő mennyire találja otthon magát az online világban, nem feltétlenül biztos, hogy ugyanazok tevékenykednek az online világban, lehet, hogy egy másik rétegnek nyílt meg ez a fajta lehetőség, és lehet, hogy aki még házalással, vagy, vagy, vagy pohárvizet kérek, és rosszul vagyok, tessék beengedni. Szóval, hogy ezek a, a, a elkövetői módszerek igazából még most is élhetnek. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy aki eddig ezzel, vagy eddig így csinálta, az most az online világ felé fog. Oldul. Szélesedett sajnos a paletta, szélesednek a módszerek, és ezáltal szélesedik azoknak a körei is, akik áldozattá válhatnak egy-egy bűncselekmény során. Hogyan tudunk védekezni ellenük? talán az egyik legfontosabb az pontosan az, hogy halljunk róla, tehát hogy hírt adjunk róla, hogy tájékoztassuk az embereket ezekről az elkövetői módszerekről, pontosan azért, hogyha szembe jön velük, vagy találkoznak ezzel a saját életükben, akkor már ismerjék fel, és ezáltal, ezáltal kerüljék el azt, hogy áldozattá váljanak. De a banki csalásoknál, tehát amikor a bank nevében telefonálnak valakinek, ott azt gondolom, hogy talán az egyik legfontosabb üzenet az az, hogy ne dőljünk be annak, hogy gyanús utalásunk van, amit akár külföldről vagy belföldről indítottak, ne adjunk meg mindenféle személyes adatot, bankkártya adatot, biztonsági kódokat, SMS-ben érkezett kódot pedig senkinek ne adjunk ki, pláne hogyha telefonon hívnak föl minket, bontsuk a vonalat, és inkább érdeklődjünk a bankunknál az ismert telefonszámon. Ennél a módszernél egész biztos, hogy ezek lehetnek a célra vezetőek. Amennyire hasznosabb tudnak lenni a közösségi oldalak, legalább annyi hátrányuk is van, és a megjelenésükkel a romantikus csalók is megszokszorozódtak. Kik ők, hogyan ejtik a kiszemeltet áldozatul, mi a módszerük, és hogyan tudunk ellenük védekezni? Sajnos igen, tehát az online csalásoknak több elkövetői módszeréről is tudunk beszélni, és ez sajnálatos. Valóban van egy általunk így nevezett, hogy romantikus csalók, miért is hívjuk ugye így ezt a, ezt a fajta módszert? Azért, mert kifejezetten a, a kiszemelt áldozatnak a, a, a lelkébe hatolnak be, fölépítenek egy, egy bizalmi viszonyt. Egyébként nagyon kiforrott módszerekkel, nagyon gyorsan, akár hetek alatt képesek olyan bizalmi viszonyt kialakítani a másik féllel, hogy igazából elhisszük már minden szavát, amit mond Ez persze tudatosan van felépítve, csak ugye a másik oldalon lévő, tehát maga az áldozat, nem veszi észre, hogy mennyire tudatosan felépített játszmában vesz részt. Nagyon gyakran közösségi felületeken, tehát Facebook, Instagram és a többi, és a többi szemeli ki az áldozatot. Épp ezért nagyon-nagyon fontos, hogy ezeken a felületeken mi milyen információkat osztunk meg magunkról. Tehát, hogy kiírjuk-e, hogy egyedülállóak vagyunk, vagy kiírja-e, hogy özvegy, vagy elvált, hogy a megosztások, amiket, amiket megosztunk, amiből lehet a, a, a lelki állapotunkra következtetni, hogy mi éppen szomorúak vagyunk, vagy mi éppen nagyon boldogok vagyunk, vagy hogy szeretetre vágyunk. Tehát, hogy ezeket a megosztásokat milyen láthatósági beállítással tesszük közé. Ugye itt főleg az idősebb korosztály az, akinek nagyjából idegen ez a közösségi felület, az internetvilága, az, hogy egy vagyunk egy világhálón, ahol, ahol rengeteg ismerős vesz minket körbe, csak sajnos minduntalan, és egyébként pontosan ezért is járunk különböző előadásokat tartani, mindenféle településeken ö, időseket is megszólítva, hogy kérjék az unokák meg a, meg a, a gyermekeiknek a segítségét. Nagyon-nagyon fontos, hogy az internetet azt tudatosan használjuk, hiszen rengeteg veszélyt rejt. Igazából a közösségi felület is egy ilyen, egy profilt... Látunk a túloldalon egy fényképet, egy nevet. Viszont nem tudhatjuk, hogy pontosan ki van a, a profil mögött. Lehet egy férfi fényképe mögött, akár egy 40 éves nő is, de ezt fordítva is előfordulhat. Ezek a csalók igazából megtalálják ezeket a, a, Általában mondhatjuk azt, hogy hölgyeket, legalábbis a bejelentések alapján azt mondhatjuk, hogy inkább a hölgyek a célcsoport, de nem jelenthetjük ki biztosra, mert lehet, hogy nagy a látencia ezekben a bűncselekményekben. Tekintettel arra, hogy nagyon gyakran az áldozatok szégyellik azt, ami velük történt, és lehet, hogy ezért el sem mondják. Lehet, hogy el sem mondják a környezetüknek, lehet, hogy tehát hatóságra pedig meg végképp nem tesznek bejelentést. Nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a fajta szégyenérzetet, ezt oszlassuk el, tehát bárki válhat áldozattá, nem szabad szégyelni, hogyha bedöltünk a csalónak, viszont csak úgy van esély visszaszerezni a, a pénzünket, illetve az okozott kárt megtéríteni, hogyha a hatóságnál jelezzük ezt a történést. A módszerekről, mert hogy ugye arról beszéltünk, hogy hogyan és miképpen. Tehát ugye közösségi felületen kijelölik, kinézik maguknak a, az áldozatot, akiről azért sejtik, hogy egyedülálló. Tehát sejtik, hogy a fényképeken mondjuk nem látnak mellette másik párt, hanem csak a családját, lehetnek ezek gyerekek, unokák, de mondjuk hiányzik a, a másik fél. Kiszemelik, ráírnak. Cseten, tehát ilyen messenger szolgáltatáson kisebb üzeneteket. Ezek röviden kezdődnek, általában nagyon kedvesek, dicsérhetik az áldozatot, a szépségét, a, a, kedvességét, az értékét emeli ki, és igazából így napokon, heteken keresztül szépen fölépítik egy, fölépítenek egy bizalmi viszonyt egy olyan bizalmi viszonyt, amiben a végén már egy ilyen ismeretlen ismerősként, mint hogyha már 10 éve, 20 éve ismernénk azt a másik felet, úgy érezzük, hogy szinte a barátunká vált, és lelkileg közel kerül az áldozathoz. Ezek az egyének nagyon sokszor mondják azt, hogy ők külföldön dolgoznak, tehát itt már ez egy véscsengű, ami bekapcsolhat, nagyon sokszor mondják azt, hogy külföldön akár hatóság embereként, tehát katonák vagy rendőrök külszolgálaton vannak, tehát lehet, hogy magyarországi származásúak, de egyébként most külföldön dolgoznak, de szeretnének hazatelepedni mert mondjuk egy pár év múlva, vagy akár egy pár hónap múlva már befejezik a szolgálatukat, és akkor hazajönnek. És egy hamis látszatot keltenek az áldozatban, hogy ő érte, nagyon szívesen hazaköltöznének. Sőt, akár még ilyen romantikus szállat is befűznek, hogy feleségül vennék a, a, a kiszemelt áldozatot. És hát lássuk be, tehát mindannyian szeretetre, elismerésre vagyunk éhesek, jó lesik, hogyha dicsérgetnek bennünket, és kifejezetten könnyedén be lehet dőlni ezeknek a, ezeknek a csalóknak, akiknek nagyon kifinomult az érzékük erre, és kifinomultak a módszereik is. Eddig még nincsen baj a történettel, hogy levelezgetünk valakivel, aki dicsérget bennünket, érdekli, hogy hogyan vagyunk, hogyan érezzük magunkat, mit csináltunk. Ami még egy érdekes, és itt talán. Ugye a külföld, azt már említettem, hogy egy általában azonos szál, de az is, hogy ez a, ez a másik fél elzárkózik a személyes találkozástól, nem kapcsol be videókamerát, tehát hogyha látni szeretnénk, akkor akkor azért ez nehézségekbe ütközik, tehát ezek vagy kifogásokat talál. Lehet, hogy megbeszéli velünk, hogy holnap este 6-kor akkor bekapcsolja a kamerát, és akkor látjuk is egymás személyesen, de aztán mégiscsak közbe jön valami, ami miatt akár esetlegesen mm -hmm. ezt elkerülik vagy olyan szinten sötétre van beállítva a kamera, mm. és azt mondja, hogy nem tudja sajnos a megvilágítást olyanba helyezni, hogy jobban lássuk. Mert ugye igazából itt egy távolság van ugye az egyik és a másik fél között, személyes találkozása csak akkor kerülhet sor, hogyha ugye ő a közelünkbe kerül, tehát hazajön Magyarországra, vagy megbeszélünk egy rendezvút, ugye egy, akár egy közeli étterembe, vagy bárhol, akkor tudnánk személyesen találkozni ugye ezzel az egyénnel. Viszont az online világban csak ez a üzenetváltás, illetve a, a, a videócsetelés maradhat, ami közelebb hozhat bennünket egymáshoz. Viszont ezek az elkövetők nagyon gyakran nem is saját profilképet használnak. Gyakran olyan képet használnak, ami Egyébként az interneten beírva a keresőbe, vagy behúzva a keresőbe, egyébként ezt le lehet ellenőrizni, ezt javasoljuk is, hogy mondjuk lementjük ezt a fényképet, behúzzuk a, a, a Google keresőjébe, és az ki fogja dobni, hogy ezt a képet használták-e már bárhol, máshol. Ezzel talán lehet ellenőrizni, hogy vajon valós-e az a profilkép, amiről a ö, ö, föl van rakva, vagy pedig esetleg ez egy olyan kép, amit bárki, bárhonnan letölthet és beállíthatja magának. Bocsánat, a társkereső Igen. oldalak is működhetnek így adott esetben, mert azért a mai világban az is nagyon elterjedt, hiszen számtalan szor halljuk, hogy nincs hol ismerkedni a fiataloknak, és ezt a online teret, világot hívják segítségül. Ugye nem reklámozok, de van egy ilyen, hogy Tinder csaló, ugye volt is egy ilyen uh -huh. film, talán egy-két évvel ezelőtt ö, ö, nagy sikerrel mutatták egyébként be. Ott pont egy igaz nem magyarországi példát hozva, de ott egy külföldi ö, férfi volt, és egy külföldi maga a, a sztori is, a történet is, amiből összeáll, de ő is egy, egy ilyen nagyon jó képzett csaló volt. Ott mondjuk ott annyi volt annyival másabb volt a történet, hogy ő ott a saját arcát adta uh -huh. a profilképekhez de egy nagyon kifinomult módszert alkalmazott, hogy hogyan csapjon be hölgyeket, hogyan szerezze meg a pénzüket, hogyan csalja ki tőlük az összes megsporult vagyonukat, majd aztán álljon tovább elegánsan, és utána újabb és újabb áldozatot keressen. Tehát akár mondhatjuk azt, hogy ez is egy veszélyforrás, de a, én azt mondom, hogy a a, a saját tapasztalatom, tehát amit a munkám alapján tapasztalok, amit a bejelentésekben vagy feljelentésekben ö, ö, foglalnak, azok általában nem társkereső oldalakhoz kapcsolódnak, hanem simán közösségi felületekhez, mint a Facebook, ö, ahol, ahol nem azért van fönt az ember, hogy társat találjon, hanem azért, hogy a, a barátait, a rokonait, az ismerőseit összeszedje, és igazából velük megoszza az életének a fontosabb ö, ö, állomásait, illetve történéseit, Pontosan ezért érdekes, hogy egyébként itt keresgélnek ezek a csalók, akikről még egyszer mondom, azon kívül, hogy tudunk egy nevet, illetve egy profilképet látunk, fogalmunk sincs, hogy ki van a profilkép mögött. Még egyszer mondom, egy férfi kép mögött lehet ugyanúgy nő, mint egy női kép mögött lehet egy férfi is. És sajnos az a baj, hogy amikor ez a bizalmi viszony akár hetek alatt kiépül, mint ahogy említettem, ugye addig nincsen baj, amíg csak levelezgetünk és a hogy létünk felől érdeklődik, de ez egy idő után át szokott fordulni egy másik történetbe. Többféle sztori van, ami kering. Az egyik többek között az, hogy van megspórolt pénze, haza akar költözni Magyarországra, ő ezt egy kis csomagban hazajuttatná és megküldeni a, a, a kiszemeltjének a, a posta címére, és akkor ezt vegye már át, és akkor ő meg nem sokára majd utána utazik ennek a csomagnak. Igen ám, ugye ilyenkor gyanútanul megadja a címét, a posta címét, a telefonszámát, az összes adatát, amire csak szüksége van a csalónak, és innentől kezdve kilép majd ez a csaló a képből, és egy másik levelezgetés kezdődik el az e-mail címen, egy hivatalos szervnek tűnő dolog, de a sztori igazából itt is ugyanaz, hogy ezt a csomagot feltartóztatták a vámon. Bizonyos összeget figye fizetni kell azért, hogy a hatóságok a eltekintsenek a bizonyos eljárásoktól. Hát ezt, ezt, rendbe kell tennünk szerintem, meg tisztába kell tennünk, hogy a hatóságok azért, mert valaki valamilyen jellegű összeget fizet, nem fognak eltekinteni a, az eljárás megindításától. Tehát ez már egy csalói módszer, mondhatjuk akár zsarolásnak is, mert ugye, hogyha itt a sértet úgy dönt, hogy nem fizet, akkor jönnek a zsaroló e-mailek, hogy de hát ö, ö, az ön címe van, vagy a, a, az ön címe van rajta a csomagon, akkor önnel szemben fognak eljárni majd a hatóságok, hiszen az ön nevén van ez a csomag, és ez egy gyanús csomag, akár kábítószer gyanús, vagy bármilyen más okból kifolyólag ez egy, ez egy gyanús csomag. És ilyenkor ugye megijed a másik fél, mert nyilván senki nem akar hatósági eljárást a nyakába, és fizet. Van egy másik sztori, amikor azt mondják, hogy kórházba került, tehát hogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, kórházba került, de sajnos nincs pénz a, a egészségügyi szolgáltatásnak az ellát ö, igénybevételére, és ehhez kér segítséget. Ö, bizonyos pénzösszegeknek az átutalását. Először lehet, hogy csak egy kisebb összeget, aztán ez egyre növekszik, és egyre többször tehát, hogy nem feltétlenül egyszerre kell elgondolnunk, hogy egyszerre küldünk el több milliós összeget, hanem lehet, hogy szépen apránként hetek alatt jön össze ez az összeg. Legyen gyanús az, hogyha egy ismeretlen ismerős, akivel még soha nem találkoztunk személyesen, nem néztünk a szemébe, nem találkoztunk vele, az tőlünk úgymond online ismerősétől kér anyagi segítséget vagy pénzt. Ezek a csalók kifejezetten az áldozatoknak a jó hiszeműségére alapoznak. Tehát kifejezetten arra, hogy már kerültünk egy olyan bizalmi viszonyba, hogy megtehetem, hogy kérek. Még lehet, hogy ennek is ad egy olyan felhangot, hogy jaj, nem is akarom mondani, hogy mi uh -huh. történt, mert Én, nem, nem akarlak terhelni vele és mégis meg tudja forgatni úgy a, a sajnosos a értetet, hogy a végén az áldozat bedől, és fizet, átutal különböző összegeket. Nem is olyan túl régen az elmúlt napokban egy kis és egy kenderesi bejelentésünk is érkezett ilyen romantikus csalásról. Ott például az egyik alkalommal Afganisztánban élő katonának adta ki magát, az ismeretlen, a másik esetben meg Jemenben élő orvosnak. Tehát, hogy azért látjuk az összekötő szálakat, tehát külföldi Külföldön dolgozik, általában egy olyan ö, állása van, ami azért egy ö, ö, nem csak anyagi, hanem erkölcsi ö, presztist is jelent, igen. Ezáltal ugye a bizalmunkat alapból is felkelti. Ott legyen ez gyanús, amikor az első olyan jellegű ö, kérés érkezik, hogy pénzt kellene utalni, vagy pénzt kellene küldeni. Ezekben az esetekben azt ajánljuk, hogy azonnal szüntessék meg a kapcsolatot, Tiltsák az illetőt, ne válaszoljanak, és szüntessék meg a kapcsolatot. Sajnos látnunk kell, vagy be kell látni, hogy ezeknek a csalóknak ez a módszere, föl kell ismerni, hogy ha, ha, ha nem csak a két szép szemünkért írogatnak ránk, hanem anyagi, anyagi haszonszerzés véget azért, hogy valamilyen jellegű pénzösszeget kicsaljanak tőlünk. Az interjú zárásaként ugye rendkívül sok mindenről és csalási elkövetési formáról volt szó. Mi a tapasztalat bármelyiket érintően, hogy bejelentést tesznek az emberek, vagy szégyellik adott esetben, és nem szólnak róla, hanem ön, ők maguk zárják le az ügyet, illetőleg az elmúlt évekhez képest nőtt vagy csökkent az elkövetések száma? Mindenképpen azt mondhatjuk, hogy növekszik. Tehát ez látszik, hogy az online térben elkövetett bűncselekményeknek a száma, növekszik. Pont ezért is nagyon-nagyon fontos a figyelemfelhívás, illetve a tájékoztatás. Szeretnénk átasszabni ennek a, a dolognak, szeretnénk, ha minél kevesebben esnének áldozatól, és minél ilyen kevesebb bejelentés érkezne. Az, hogy milyen, milyen típusúak ezek a bűncselekmények, ugye sokfajták, ahogy említettük is a beszélgetés során, a csalóknak a módszerei rendkívül változatosak. Tehát folyamatosan alakulnak és folyamatosan változtatnak. Beszéltünk itt ugye a romantikus csalásról, illetve beszéltünk a bank nevében telefonáló csalásokról, de hát még nem beszéltünk, amikor online akarunk vásárolni valamit, vagy online akarunk eladni valamit. Mostanában ez is sokszor előfordul, hogy mondjuk meghirdettek -e egy babaruhát, egy kiscipőt, tehát nem is egy nagyértékű dolgot. Vagy de lehet ez egy műszaki cikk, bármi, ami, amit én úgy gondolom, hogy szeretnék pénzé tenni, megtehetem ezt ugye sok felületen, tehetem olyan felületen, ahol kifejezetten ilyen hirdetésekkel foglalkoznak, meg a közösségi felületeken is vannak olyan terek, ahol uh, használt dolgok uh, gazdát cserélnek. Egy nagyon gyakori és erről még muszáj beszélnem egy olyan elkövetői módszer, amikor mostanában sűrűn előfordul, hogy a vásárlóként jelentkezik uh, az általam kínált uh, cikkre, azt mondja, hogy őt nagyon érdekli, és ő megvenni ezt, csupán ő egy küldő szolgálatnak a, a segítségével szeretné ezt kiegyenlíteni, illetve kifizetni. Legyen gyanús, hogyha itt a bank ö, számla számunkon kívül tőlünk egy vásárló bármi mást is kér. Semmi más nem tartozik rá. Igazából, ha én el akarok adni valamit, akkor mit kell a, a vásárló tudomására hoznom? Csak azt, hogy milyen bankszámla számra utalja át nekem a pénzemet. És nem bankkártya szám, hanem bankszámla szám. Ilyenkor nagyon gyakran elkérik az e-mailét az ismeretlennek, vagy a, vagy a, a sértetnek, vagy a messengerben, vagy az adott üzenetszolgáltatásban küldenek egy linket. Erre a linkre, hogyha rákattint a, a aki éppen el akarna egyébként adni, akkor nagyon gyakran egy ilyen fizetésfogadása gomb például, tehát hogy beépítenek ilyen, ilyen jellegű paneleket, hogy a fizetésfogadása gombra rákattint, akkor egy bankválasztó felületre fog jutni, ahol kiválasztatja az ő saját bankját, viszont ezek nem igazi oldalak, ezek álloldalak. Mm. És ezeken az álloldalakon csalják ki ugyanúgy ezeket a banki adatainkat, mint a bankkártyaszáma, biztonsági kódok és a többi, és így fogják a, a számunkról leemelni a pénzt. Tehát ez is egyfajta elkövetői módszer, amiről még úgy gondolom, hogy szükséges beszélnünk. Ö, sajnálatos módon igen, megszaporodott a, a, a számuk, ezért van jelentősége annak, hogy beszéljünk róla, jusson el minél több emberhez, hogy milyen jellegű módszere van a, az elkövetőknek. Én megköszönöm, hogy elfogadta -e a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt, és nagyon sok ö, hasznos információval gazdagodtunk, és valóban aki figyel, az én úgy gondolom, hogy tud azért ezek ellen tenni, ezek alapján. Bízom benne, és bízunk benne, hogy minél kevesebben esnek áldozatul. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra vigyázzanak magukra!